Sziasztok! Ági vagyok, az Ürömlány, ez pedig itt a Kiborító. Minden olyan témát kiborítunk az asztalra beszélgető társammal, Szilágyi Miklóssal, amit elénk vet a LinkedIn, és szerintünk izgalmas. A véleményünk nem minden esetben egyezik, amit mi kifejezetten élvezünk. Vállaljuk az összes utaságunkat, esetlenségünket, tudásunkat és tudatlanságunkat, a véleményünket, ami szerintünk nincs kőbevésve. Mersz velünk jönni így, hogy kiborítók vagyunk? Visszakanyarodok a gyereknevelésre, ez mindig annyira jó téma, mert mindig lehet annak táptalajt adni, hogy miért kössön belénk a falu. Lipa Ironinak is volt erről posztja, meg én azt vettem észre, hogy amikor én a gyereknevelésről írok, akkor annak kiemelkedő a megnézettsége, és mindenki is nagyon okos, meg még okosabb. És abból, amit most mondtál, hogy mennyire szépen uniformizáljuk ezeket a gyerekeket, és mennyire szépen kezelhetővé tesszük őket, azt hiszem, hogy pont azért, mert hogy én előbb kezdtem el kiszedni magam, vagy nem tudom, hogy mi vezet, és nem is vagyok gurú, és nem is vagyok megmondó, és nem is vagyok egy vekerd, és nem is vagyok egy senki nem vagyok. Én egyszerűen azt mondtam, hogy ez a gyerek egyenlő velem, és mindig azt tanítottam nekik, hogy nézzenek mögé annak, ami várható, meg nézzenek a mögé, a viselkedés, bármi mögé, ami őket bántott, hogy mi lehet a túloldal. A fiam egy olyan osztályba került, elsősként ez az überszopás volt, akkor kapta meg az összes 6 éves a behívót, az én gyerekem 7,5 volt, mert évvesztes volt, de akkor kötelező volt hirtelen mindenkinek bevonulni, ez volt a döntés. Nem nagyon lehetett visszatartani a gyerekeket, a szokásosan több gyereket kellett fölvenni, ezért az én gyerekem, hiába felvételiztünk, komolyan felvételizni 6 éves gyereknek, vagy 7-nek, tök mindegy, felvételizni kell egy nem körzetes iskolába, addigra az én gyerekem magától megtanult írni, olvasni, számolni, ráadásul 100-as körben osztani, szorozni is tudott. Én nekem diszkalkuliám volt, tehát nem én tanítottam, nem én egyszerűen érdekeltem, megcsinálta, kitapasztalta, fantasztikus, hogy miket csinált. Még azt is lenézte, hogy mennyi pontszámot kapott a felvételi, mert hogy fejjel lefelé is leolvasta, és nem oda került be, mert hogy túlterített volt, bekerült egy körzeti iskolába, ahol azt mondtuk, hogy jó, de akkor legalább legyen az a tagozat, ami, és persze nem abba a tagozatba került, B-osztályba került be, ahol egy olyan tanítónénit kapott, aki nyugdíj előtt fél pillanattal, és komolyan mondom, az egyetlen egy ellenség az a gyerek volt. Nem vitte őket ki szünetben, sípolt, üvöltölt, mindenki, és egyszer a gyerekem azt mondta, a kitűnő tanuló gyerekem, akit egyébként számtalanszor próbált megszégyeníteni a tanárnén is, hogy ha nem figyelsz ide, akkor majd nem fogod tudni, és az én gyerekem mert fölállni, és azt mondta, hogy de ezt tudja, akkor gyerek és olvast fel, és kiment a gyerekem, és felolvasta, ezzel a tanárnén nem tudott mit kezdeni, nem rosszalkodott, nem vezette le a feszkó energiáit máshogy. És egyszer azt mondta, hogy rájött, hogy hogyan tud 5-ös lenni magatartásból, hogyha egy becsúsztatja magát teljesen az asztalig, és magára húzza a széket, és nem mozza le győzőt, akkor megvan az esély. Mondtam, atya ég, ha hazamersz úgy jön, hogy 5-ös vagy magatartásból, én foglak elkalapálni. Én a kegyeket sosem emeltem kezet a gyerekemre. És mindig mondtam neki, hogy képzeld el, hogy szegény, nem tudom, nevezik Éva nénnek, mennyire rossz lehet, hogy már itt van, már 40 éve, már kiszívta az összes gyerek, az összes erejét, igen, és hogy még most ráraktak egy ilyet, lehet, hogy már nem is akart osztályfőnök lenni. Tehát mindig megmutattam, mindig, hogy mi lehet a túloldalon, és azért az én gyerekeim is úgy mennek, hogy kurva önazonos mind a kettő. Megképesztően önazonos. A lányom ráadásul az a típusú, nagyon öntudatos gyerek, aki, ahogyha orvoshoz megy, akkor tőled nincsen ez az orvos elbeszél a szülővel a gyerek fejjel felett, hogy akkor ez meg az lesz, hanem biztos beszélj hozzám, ha meg akarsz vizsgálni, kérdezz meg, hogy én hogy vagyok ezzel, hogy te most megvizsgálnál. Tehát ő 12 évesen elképesztő, 11, megint eltévesztettem. Ő is e felé megy, hogy mindig megpróbál mögé látni, elfogadja a hierarchiát, tudja, hogy mi van, de azonnal érzi, hogyha kilóg a lóláb. Azonnal érzi, hogyha valaki nem önazonos, nem úgy tolja, és akkor nem is biztos, hogy tudja tisztelni. De tudja, hogy működik a világ.
Ez milyen érdekes. Hát nézd, egy ilyen önazonos anyának tulajdonképpen az nem annyira meglepő, tehát Nem volt célom. egyet hadd kérdezzek, tehát azért van egy apjuk, akkor neked erősebb hatásod van a gyerekekre? Erősebb. Nem is biztos, hogy ezt az erősségemmel, hanem az érzékenységemmel kötném össze. Mert hogy sokkal érzékenyebb vagyok a világra, szerintem, mint az átlag. Ezért megpróbálom a mozgatórugókat megérteni. Dolgozol ezen állandóan. Na most már, ha valahol tartasz, tehát az attitűdnek a belövésé, azon szerintem már 85% legalább, tehát akár több, nem tudom. Tehát ez nehéz egyébként ilyen számokat tenni hozzá, de én azt érzem, hogy amikor most találkoztam veled, kb. Egy hónapja, lehet ugyanezt a szót használom, hogy önazonos. Tehát amit te két gyereket használtál, ugye nagyon önazonos vagy. És milyen jó lenne, hogyha a szülők erre egy kicsit odafigyelnének, és innen jöttem, hogy nem azt mondani, hogy próbálj megfelelni annak, hanem azt mondani, hogy ez lesz a rendszer, ez fogja várni tőled, ezért van ez a rendszer, azért most mondok egy nagyon basic dolgot, azért kell enned napjában háromszor, mert így a legegyszerűbb étkeztetni és felügyelni, hogy nem fogsz fogyni, vagy nem. Az én gyerekem az egyik, napjában szerintem kétszer enne, csak, tehát ő ennyi az igénye. Ráadásul nem is akkor, amikor a többiek. Amikor együtt vagyunk, meg amikor szabadság van, akkor én nem verem az asztalt, hogy már pedig most reggeli. Hozzáteszem, hogy amikor együtt vagyunk, akkor az együtt ülünk az asztalnál. Akkor is, ha eszik, akkor is, ha nem. Tehát ez az ő szabad választás, hogy eszik el éppen akkor, de akkor van egy ilyen közös idő. És óvodában is mindenki egyszerre kimegy pisilni, mindenki egyszerre kimegy kakilni. Tehát a legősibb ösztönöket szabályozok meg. Nyilván, mert 30 gyereket kell kezelni, értem, csak hogy mennyivel jobb ezt mondani a gyereknek, hogy ez azért van, mert hogy így könnyebben lehet, meg akkor egyszerre mindenki nem esik el, nem veri meg, mint azt mondani, hogy mert így szokás. Az a baj, hogy ugye úgy kezdted, hogy egy kicsit odafigyelnének. Nem lehet kicsit odafigyelni. Már úgy értem, hogy először magát kell megdolgozni az embernek, magának kell tudni egyfajta útjelzőket letenni, és akkor lesz képes útjelzőket másnak javasolni. Na most az, hogy magadnak útjelzőket tegyél le, és magadat rendbe rakd, ahhoz nagyon sok ember nem is kezd hozzá, mert nem is tud róla, hogy kellene. Az emberek többsége. Hát mit tudom én, a LinkedIn-en ott egy ilyen rezervátumban vagyunk, 1 millió ember van rajta, és van, hát nem tudom, 100 ember, 200 ember aktív, csak 200 ember, vagy 300 ember, nem tudom, 1300 ember követ, és 1000 ember az ismerősöm. 10 ember meg lájkolom, meg tudom, hogy ír valamit, meg 10 ember lájkol engem. Tehát én olyat is megértem már, hogy lefordítják a posztjaimat, és külföldiek jelleznek vissza. Tehát, és tudom, hogy lefordítják, gondolom, hogy lefordítják a posztjaimat. Tehát van a nagy rezervátum, az 1 millió, és aki aktív, igazán aktív, hát azokat majdnem névről meg tudom mondani. Akit érdemes követni, aki rendszeresen posztol, aki rendszeresen kommentel, aki érdekes dolgokat ír, mert nem érdekes, azt nem tudom, mert az török. Ezzel azt akarom mondani, hogy te a szülők között, az anyák között meglehetősen különleges vagy. Egy kis halmaznak vagy a tagja. Egy szófordulatodból jutottam ide, ugye azt mondtad, hogy kicsit kéne oda. Nem kicsit kéne odafigyelni. Ami nekem megütötte a fülemet, és ami nekem nagyon tetszett, az, amikor azt mondtad most így a gyerekneveléssel kapcsolatban, hogy ezek a gyerekek, akik megszületnek, hogy ők teljesen, én nem mondanám azt, hogy főnökök, de hogy teljesen pírnek érzem őket. És te... Főnökök, a legelején főnökök, hát minden körülöttük forog, aztán utána a jó szülők azok pírnek veszik őket. Az jutott eszembe még így a gyereknevelésről, hogy mennyi energiát beletolnak a szülők abba, mert az a kényelmes, hozzáteszem. Hogy azt mondja, hogy
Vedd fel a pulóvert, mert hideg van. Ez egy teljesen egyszerű, hogy én azt érzem, hogy hideg van, én azt érzem, hogy hogy én fázok, ezért azt mondom, hogy vegyed föl te. És ezzel folyamatosan arra szoktatjuk a gyerekeket, hogy ne bízzanak a saját testükben, ne bízzanak a saját megérzéseikben, ne bízzanak a saját véleményükben. Így fűrészelgetjük őket. Hát erről lehetne egy könyvet írni, egy másik könyvet. Neked? Ez nagyon érdekes. Jó Isten úgy dobott meg a sors, a szerencse, én a szerencsés. Most szeretném fölhívni az összes mindenkinek a figyelmét, aki eddig azt hitte, hogy szerencsés vagyok, hogy most figyeljen nagyon. A fiam sosem volt diagnosztizálva, de spektrumon van. Máshogy van bedrótozva az agyad, én ezt így fordítottam le mindig a gyerekeimnek, máshogy van bedrótozva az agyatok, de ugyanarra képesek vagytok meg még többre is, mint a többiek, csak más utakon. A lányom tripla diszes, kevert, mind a háromból, keverten, és szenzoros is hozzá. Ezeket én nem tudom, hogy micsoda. Az azt jelenti, hogy tripla disz, hogy kalkulia, grafia, lexia, tehát a számolás, olvasás és úgy diszes, jó? És a szenzoros az azt jelenti, hogy nagyon érzékeny a külvilágra. Mondok ilyen példákat, az is tudja zavarni, hogyha a zokniban a varrást érzi. Az ételeknek a különböző állaga zavarja. Ő az, aki életében mondjuk másfél-két éves koráig, amíg ez az állapot be nem állt, addig evett zöldséget, gyümölcsöt, fővel, sülve, nyersen, bárhogy. Utána ott valami kattanás történt az agyában, és azóta egyedül a zöld borsót eszi meg, és azt is csak akkor, hogyha főzeléket főzök belőle. Tehát, hogy se nyersen, se akkor, ha ő csinál. Voltak ezek a majd, ha ő préseli le a barackot, meg majd, hogyha ő vágja le a fáról, meg semmi, nem működik semmi, egyszerűen rosszul van tőle, meg egy csomó mindentől. Kire rosszul van tőle, tehát megeszi? Kijön belőle. Ilyen belőle. Aha. Igen, és az állaga miatt. A fiamnál ez szintén megvan, hogy egy kicsit érzékenyebb, ő azt tudja mondani, hogy azért nem eszem meg ezt, mert pocsolya íze van. És mondom, hogy de honnan tudod, hogy azt mondja, amikor a pocsolyába megyek, és érzem az illatát, ugyanazt az ízt érzem, ő nála a gombánál volt talán. Tehát tényleg ez a földes íz, ami ő így fogalmazta meg picinek. Okay. És én mindig nagyon tiszteletben tartottam ezt, nagyon a falu ellen mentem, és ezért nem voltam a családban a kedvenc. A lányomra rábíztam, hogy mikor fésülködik. És ez volt olyan, hogy hetekig nem fésülködött. És mondtam neki, hogy lehet, hogy akkor fogjuk egy ollót, de lehet, hogy máshogy nem fogjuk tudni megoldani, mit szeretnél, mit vársz, és utána egyszer csak átkattant, és most már engedi, meg ő is fésülködik, meg őnek is meglettek ezek a rutinjai, de mertem hagyni és bízni benne, hogy ami kényelmes lesz neki, azt fogja választani. És ha a 2 centis hajat fogja választani, akkor 2 centiset, ha meg aranyhaj akar lenni, akkor aranyhaj, és elképesztő, hogy milyen ítéletek voltak, mikkel kellett megküzdenem, plusz, amit még nagyon szerettem, a lányom nagyon határozott volt. Ő volt az, akinek azt mondtam, hogy ez a gyerek holnap kimegy a Tiszához, megmondja, hogy holnap 5-től fölfele kéne folyni, és akkor nincs más választás a folyónak. Hallgatott rám, de mindig mondtam, hogy nem benne nem bízom, vagy nem magamban nem bízom, hanem a körülményekben nem biztos, hogy bízom. Én bizony a gyerekemet Pórádon sétáltattam. Az azt jelenti, hogy volt egy kis katicás hátizsák, ami ilyen elől is összeköthető volt, és tudta, hogy a katicás hátizsák, akkor van annak egy hátul egy ilyen beakasztós rész, és Póráz. És én úgy vittem a piacon is, meg a nagy rendezvényekre is, mert azt mondom, hogy nem akarok az az anyuka lenni, aki áll a színpad mellett, hogy keresik a másfél éves gyereket, vagy a másfél éves gyerek, vagy a 4 éves gyerek keresi az anyját, mert egy pillanat kitépi, tehát hogy na. És baromira sokan megszóltak, elképesztő volt, amikor mentem a piacon, ahol kurva nagy a tömeg, van mellettem egy méteres gyerek, abban az iszonyat tömegbe, és azt mondja, nem minősítem, hogy ki, de egy népcsoport, hogy nézd már, bazd meg, viszi, mint a kutyát, na anya ez. Úgyhogy én abszolút a falu ellen nevelt, vagy a falu
irány, véleménye véleménye szembe. mivel ellenmentem teljesen, teljesen. És mertem bízni a gyerekem, vagy egyszer csak majd azt fogja mondani, hogy. De ez küzdés volt, családon belül is. Most olyan szinten tudok beszélgetni a gyerekeket, erre azt mondják a LinkedIn-en, viszont a válogatott közönség azt mondja, hogy túlparentifikáltam őket. Pont tudok vele élni, hogy, hogy ezt mondják. A lányom fogorvosi kezelés előtt, amikor megbeszéljük, hogy fúrni fognak, és én javaslom az injekciót, ő a tűfóbiás, azt mondja, anya, azt döntöttem, hogy injekció nélkül szeretném, kérlek ebben támogass. 11 éves. És ezt én nagyon szeretem, hogy így tudunk beszélgetni. Ez Persze komoly. társasozni is, meg benne vagyunk a legnagyobb őrültségekben, meg ott vagyok, amikor mangát néz, tehát hogy az összes őrültségébe is bele tudok kapcsolódni, csak hogy ez így mennyivel könnyebb lenne ilyen gyerekekkel. Követni kell, érdekes lesz, hogy milyen felnőtt lesz. Tehát ezt Nem lesz könnyű neki. nem lesz könnyű neki, de hát addigra, hogy már most eléggé erős, már megkeményedik. Tehát ehhez a világhoz meg kell keményedni. Tehát, Abszolút. de nem feltétlenül úgy, ahogy ezt a iskola meg a szülők Gondolják, hogy kényszerű aha. gondolja, hanem te arra vigyázol, hogy te megtanítod őket saját maguknak. Ezekre a burkokra szükség van, tehát különböző dolgokhoz szükség van a burkokra. Tehát egy ilyen védőhálóra, egy ilyen védőmechanizmusra szükség van az embernek, de különben minden nyílra vérezni kezd. Tehát a falu lövi ki a nyilait, ha nem nincsenek ilyen burkaid, akkor túl sok sebed lesz, és túl sokat azzal kell majd foglalkoznod. Tehát mondom, ez egy könyv témája lehet. A pórázon vezet egy gyerek, hogy miért van az, hogy te abszolút végig gondoltan csinálsz dolgokat, mondjuk vegyük ezt a példát, nem keresed azt, hogy nem kérdezed meg a falut, hogy a falunak mi a véleménye, és akkor azzal megpróbálsz 180 fokban más csinálni, hanem mész a világban, a gyerekeiddel kapcsolatban is gondolkozol azon, hogy minek van értelme, minek van, mi hasznos, és még az sem biztos, hogy mindig eltalálod, de mindig végig gondolod, hogy mit csinálj, és ezt a gyerek is megtanulja tőled, hogy a hasznosságra kell törekedni. Nem arra, hogy mit illik csinálni, hanem hogy mi hasznos. Mert nem jól csináljuk, jól. Mindenki kezdő ember, ugye? Tehát ne felejtsük el. Tehát amire vagy kicsit belejön, addigra már nem kell gyereket nevelni. Tehát azért ez egy nehéz dolog, azt lássuk be. Egy tulajdonképpen, hát lehetne egy majdnem 8 órás beló egyébként, pláne a kisgyerekkel. Tehát a megismertetnél vele a világot. A később, hogyha ha kérdez, akkor készek legyünk a matekot is megoldani, segíteni megoldani neki. Hát ez ugyanaz, mint a házasság. A párkapcsolat, stb. Az abban is olyan kezdők vagyunk, hogy na, csomó hibát elkövetünk. Hát olvasunk róla, hogy a többiek hogy követik el, de csak a magunkéból, ha tanulunk, csak a magunkéból tanulunk valamennyi. Ez most visszajövök, ebből volt egy ilyen tök megosztó posztom, ez az alázat egy bullshit. Szerintem. Ez érdekes, mert szerintem is. Ami nem azt jelenti, hogy nem kell tisztelni a fellowshipet, a kinshipet, az ismerőst, a rokonokat kell tisztelni. Van egy alaptisztelet, ami az neki semmit se kell csinálni. Ülök, várok az autómra, és akkor a szervizbe egy nagyon jó kedélyű, de fiatal, olyan 35 év körül, nem tudom, akár a te korod, és egy szellő kijött a kávéért, és vele, láttam, ahogy vele beszélgetett meg, tudtak röhögni egymással, mennyiben. És akkor ott jött a szemétél, jött, ugye, csak úgy így rám nézett, mert nem ránk nézett, akik ott ültünk hárman, és akkor így intettem a fejem, mert nem köszöntem, de ugye 5 méterre volt, intette a fejem, és akkor ő is intett a fejével. És akkor ez, nekem ez természetes, ez az alap. Ez nem kell semmit se csinálni a másiknak. Elég sok embernek van, akinek a belső körökön kívül nincs senki. A legkülső körben is mindenki benne van. Tehát van egy legkülső kör is. Az van, amit mondok, hogy
hogy az embert kell tisztelni mindenkiben. Valahogy a magyar nyelvben ez az alázat Ja, átszíneződött, igen, és jó. töltése lett. És az a töltése, amit így a magyar emberek szeretnek. Ez a azért tisztelj, mert, vagy az apád vagyok, azért tisztelj, mert, és akkor ott mondanak, mert a tanárod vagyok. Nem bazd meg, azért pont nem foglak tisztelni, mert az anyám vagy, vagy az apám vagy. Az nem azt jelenti, hogy lenézlek, hanem onnantól kezdve tudlak olyan szinten tisztelni, mint szeretnéd, hogy te is tisztelsz engem, mert attól még, hogy a gyereked vagyok, vagy időbeli eltolódás van közöttünk, attól még nem vagy jobb vagy rosszabb, mint én. Ez egy érdekes dolog azért, most nézzük meg a másik oldalt. Először is a pedagógusokat, azokat, hát egy hülyét csinálnak belőlük egyrészt, tehát mindegyikből hülyét csinálnak. Tehát ez kimegy pedagógusnak, tehát hogy mondjam, egy elég komoly kontraszelekció van. Nehéz lehet pedagógusnak lenni, tehát Elképesztően. elképesztően nehéz lehet. Erre most mondok egy példát, és lehet, hogy ez azért nem jó példa, mert a fiammal jövök, aki ugye az én nevelésem, akit ugye mindig arra tanítottam, hogy az Éva néni is valószínűleg azért ilyen seggfej velük, mert már nyugdíj előtt van 3 évvel. Egy olyan gimnáziumba került, ami országosan az első 50-ben benne van. Nem én akartam, hogy oda menjen, ő választotta magának, azt mondta, anya, olyan helyre akarok menni, ahol ugyanolyan ufók vannak, mint én. Olyan tanárokat kapott, akik hajtják őket, hajtják. És ez az én gyerekem rajong értük, mert olyan emberek, olyan egyenlő félnek kezelik a gyerek, mert nem tudok mást mondani. Valószínűleg illetve a tudásuk, ez a kettő. Az alázat a gyerekkel szemben, vagy nem is alázat, hanem ez az egyenlőként kezelés, de ő azt mondja, hogy ilyen mesterei vannak, és a gyerekemre érkezett az a visszajelzés az osztályfőnöktől, és hogy mindegyik tanár oda van érte, mert mindegyiket elképesztő módon tiszteli, és mindegyik tanárnak odarakja magát, mert érzi, hogy a tanár is odarakta magát, és ez ilyen, tudod, energiatörvény szerintem. Ebben a podcastban, amit említettem az elején, az volt, hogy mi lenne, ha úgy vennék fel az embereket, tehát abba gondolkodnának, hogy az életük végéig ott legyenek. Engem így vettek fel a mostani helyemre. Elképesztő líderem van, úgy vett föl, hogy azt nézte, szerintem azon kívül, hogy mit tudok, hogy miket toltam be. Úgy vigyázz a líderedre, ahogy a gyerekedre vigyázol. Tehát, ezzel lehet, hogy oda-vissza. Mit teszik? Ne üss el a villamos, mert veszélyes dolog lesz. Ez oda-vissza, tehát hogy nem árulok zsákba macskát, az elmúlt 4 évben csináltam meg 4 képesítést, többek között a szoftver tesztelőit, meg business analysztet, meg product managementet, meg agile product managementet, meg egy kis coaching is belefért, egy kis business, meg egy kis sima life coaching. Én folyamatosan keresem az agyamnak a kémiát. Nem véletlenül vagyunk mi így együtt. Tökre jó, hogy megtalált ez a munkahely engem, meg én is őket. Milyen szerencsés vagyok, nem? Ebben tényleg egyébként. Ezt hívják szerencsének egyébként mellesleg. Azok, akik azt gondolják, hogy van szerencse is. Is. De az mindig is. Az mindig is. Véleményes. Ez volt a Kiborító második felvétele Szilágyi Miklóssal és velem. Remélem, hogy sikerült olyan témákat is felhoznunk, ami elgondolkodtat téged is. Ha más véleményed van, vagy valamit még hozzáfűznél, szívesen látjuk hozzászólásként a LinkedIn poszt alatt, vagy a YouTube csatornán. És igen, itt kell megemlítenem, hogy ezeken kívül még van SoundCloud, meg Instagram, meg Anchor. Ezekre bármelyikre feliratkozhatsz, hogyha szeretnél még hasonló tartalmakat olvasni, vagy hallgatni. A jeliget továbbra is a No Bullshit. Üdv az univerzumomban!